Képzeljenek el egy olyan házasságot, amelyben mindkét fél drogfüggő. A szakértők szerint mindössze 1%-uk éli túl. Mi túlértük. Steve Ray vagyok, és megtapasztaltam a megváltást. Melissa Ray vagyok, és most már tudom, mi a remény. Egy diszfunkcionális családban nőttem fel, apám durva alkoholista volt, és bántalmazta édesanyámat. Mikor hatodikos voltam, elváltak. Én elkezdtem inni, és gimis éveim vége felé már kokaint is fogyasztottam. 17 évesen már férjhez mentem, ami 3 hónapig tartott. By the time I was 16 years old, I was 16 éves koromra már engedélye rendelkező crossmotoros voltam, ami egy rendkívül veszélyes sport. Egy rossz kanyar is végzetes lehet. Ezzel egy időben kapcsolatba kerültem különböző emberekkel, és megismertem a marihuánát, ami elkezdett megváltoztatni, de épp az ellenkező irányba, mint amit szerettem volna. Az alkoholizmus és a házasság halálosan összefonódott Melissa életében. A második férjemmel 21 éves koromban találkoztam egy bárban. Összeházasodtunk, született egy gyönyörű fiunk. Egész házasságunk alatt ittunk, és mivel képtelen voltam abba hagyni az alkoholizálást, 14 év után elváltunk. Az első házasságom házasságtörésből származott. Első feleségem házas volt, de végül ott hagyta a férjét értem. Kapcsolatunk az első naptól kezdve halálra volt ítélve, és egy év után el is váltunk. A második házasságom utáni válást nagyon megviselt. Nem tudtam kezelni a helyzetet. A fájdalom annyira mély volt, hogy csak ittam és ittam. Aztán találkoztam egy férfival, aki megkérdezte, hogy kérek-e metamfetamint. Kipróbáltam, és rabul ejtett. Második házasságom után egy harmadik lányjal kerültem össze, aki folyamatosan félrelépett. A padló kicsúszott a lábam alól. Először fájdalomcsillapítókat kezdtem elszedni, majd a helyzet rosszabbra fordult, és heroinfüggő lettem. Börtönbe is kerültem, majd onnan kikerülve hidak alatt éjszakáztam, vagy épp ahol lehetett. Életem sötét időszaka volt ez, reménytelen lettem. Steve-vel 2007-ben találkoztam. Egy nálam erősebb embert láttam benne. Július 4-e volt. Barátjának a testvére kérdezte meg tőlem, hogy szeretnék elmenni vele buliba. Elmentem, és megláttam Melissát. Azonnal megfogott, hogy mennyire gyönyörű. Mindketten lőttük magunkat. Úgy éreztem, hogy elveszítettem a fiamat, mert nem volt hajlandó beszélni velem. Már semmi sem maradt, ami célt adott volna az életemnek. Emiatt még inkább lőttem magam. Annyira a szer hatás alatt voltam, hogy nem tudtam, mit tegyek. Börtönben kötöttem ki, ahol rájöttem, hogy Istennek akarom odaadni az életemet. Térdre borultam, és kértem Istent, hogy bocsásson meg. Isten aztán a szívembe helyezett egy képet, és láttam, hogy milyen életem lesz Melissával. Összeházasodtunk, és Steve elmondta nekem, hogy milyen látást kapott Istentől rólunk. Börtönből való szabadulása és új hitének megerősödése után Steve és Melissa is szembenéztek függőségeikkel. Mély pontra kerültem. Könyörögtem Istenhez, hogy szabadítsa meg a függőségből. És ő meghallgatott. Másnap reggel semmi vágyam nem volt, és azóta sem. Közel 6 éve történt ez. Isten csodálatos. Egy gyönyörű napsütéses napon követtem a kutyámat egészen a temetőig, ahol egy Jézust ábrázoló szoborba futottam bele. Ott térdre borultam és imádkoztam. Kiáltottam, könyörögtem Istenhez, hogy változtassa meg az életemet és szabadítson meg a függőségből. Ezután minden megváltozott. A függőséget magam után hagytam, és minden kezdett előre mozdulni. Minden nap megköszönöm Istennek azt, amit értünk tett, mert ez csoda. Csoda, hogy mindketten tiszták és józanok vagyunk, és együtt maradtunk. Azok után, hogy 30 évet függőségben éltem, azt hittem, hogy nincs remény számomra. Mindenem, ami ma van, Istennek köszönhetem, mert nélküle 2 napot nem tudnék tisztán és józanul élni. Mindazok után, amiken keresztül mentem, addig a pontig, hogy Istennel találkoztam volna, fogalmam sem volt, mit jelent igazán az, hogy szeretet. Isten a mindenem.
Ő mentett meg a pokol gödréből, és új emberré tett. Ő az atya, aki sosem volt az életemben, és most bízhatok benne. Végre felismertem, hogy valaki szeret engem is. A mennyei atyánk, a mennyben. Vele minden lehetséges.